Sziasztok! A következő percekben William Shakespeare, Romeo és Julia című drámáját fogjuk elemezni röviden. Ajánlom figyelmedbe a William Shakespeare-rel foglalkozó korábbi videót, illetve az Erzsébet kori angol színházzal foglalkozó két videót a csatornán. Illetve ha még soha életedben nem elemeztél drámai művet, akkor mindenképp javaslom, hogy nézd meg a Drámaelemzés 101 című videót is, hiszen az ebben fölvázolt szempontokat fogjuk alkalmazni a következő percekben. Vágjunk is bele. Azt mindenképpen szeretném elmondani még előjáróban, hogy itt nem fogom részletesen ismertetni a dráma cselekményét. Tehát akkor lesz neked igazán hasznos ez a videó, hogyha olvastad a drámát. Ez az optimális helyzet, de legalábbis tisztában vagy a cselekmény történéseivel. Tehát tudod, hogy kik a szereplők, és tudod, hogy mi után mi történik a drámában. Na de nézzük is röviden a dráma cselekményét. Ahogyan arról már a korábbi videókban is beszéltem, drámai művekről szóló videókban is beszéltem. Minden drámában jellemző az, hogy valami alapvető változás történik. Egy alaphelyzetből indul ki a cselekmény, és a dráma végére ez a helyzet, alap, ez a, ez a helyzet radikálisan megváltozik. Na, Ezt a kiinduló helyzetet szokás drámai alaphelyzetnek vagy alapszituációnak hívni. A Rómeó és Júlia esetében itt arról van szó, hogy Verónában, ahol a történet játszódik, két család, a Kapulet és a Montagu család kibékíthetetlen ellentétben van egymás, kibékíthetetlen ellentét feszül a két család között, tehát valamilyen nagyon utálják egymást. Az az érdekes, hogy senki sem tudja, hogy mi ennek az ellentétnek az oka, pedig ugye jellemzően az szokott lenni a drámai művekben, hogy a, hogy a drámai alaphelyzet valami múltbéli tettnek a, a következménye. Tehát itt is van valamiféle múltbéli tett, de nem tudjuk, hogy mi az. Csak azt látjuk, hogy hihetetlenül erős ellentét feszül a két család között, amely olykor vérre menő harcokban ölt testet. Ugye erre ezt mutatja be a nyitó jelenet, tehát tulajdonképpen teljesen a dolgok közepébe vágva egy csetepatét látunk már a dráma elején, ami jelzi, hogy mennyire erős ez a viszály, ez a konfliktus, de ennek ellenére ez a nyitó jelenet meg inkább komikus, mint nyomasztó vagy félelmetes. De a lényeg a lényeg, hogy a drámai alaphelyzet a két család között feszülő ellentét aztán a következő kulcsfogalom a drámák elemzésénél a bonyodalom vagy konfliktus, tehát az, amikor ez a drámai alaphelyzet valamilyen érdekellentétbe csúcsosodik ki, tehát két érdek egymásnak feszül. Ez most a Romeo és Júliánál elég érdekesen néz ki. A tetváltás, vagyis az események elind a tetváltás és az események elindítója az, hogy Rómeó és Júlia egymásba szeret. Azonban itt az az érdekes, hogy itt is van konfliktus, de itt a konfliktus nem emberek között van, hanem értékrendek. Tulajdonképpen világok között van a konfliktus, vagy világképek között van a konfliktus. Abból eled az ellentét, hogy az a világ, amiben Rómeó és Júlia élnek, az egyszerűen nem enged teret ennek a fajta szerelemnek, amik, ami amit ők éreznek. Tehát tulajdonképpen ö, a két család ellentéte az csak katalizátora az eseményeknek. Alapvetően itt a lényegi konfliktus az az, hogy, hogy a szerelmen alapú házasság az, hogy egy hosszantartó együttélés az két ember szabad választásán és érzelmein alapuljon, az ebben a világban még nem lehetséges. Mert ha lehetséges lenne, akkor a két család közötti ellentétet is tulajdonképpen meg lehetne oldani valahogy. De ez a világ még megöli ennek a két fiatalnak a szerelmét. De egy kicsit előre is szaladtam. Tehát az a lényeg, hogy a konfliktus itt nem emberek, hanem értékrendek között van egy régi értékrend és egy új értékrend között. Az új értékrendet képviseli Rómeó és Júlia, a régi értékrendet pedig tulajdonképpen mindenki más a darabban. Még akkor is, még azok is, akik segíteni próbálnak nekik. Aztán következik a tettváltás, vagy tettváltás sorozat, ami azt jelenti, hogy a, ennek a konfliktusnak, vagyis érdekellentétnek a következtében különböző tetteket hajtanak végre a szereplők, tehát ez a konfliktus cselekedetekre sarkalja a szereplőket. Ez megint érdekes a Rómeó és Júliában, mert ugye ők titokban cselekszenek, tehát nem a nyílt színen ját, ö, zajlik ez a tettváltás ez sorozat a tetváltás sorozata két világ között, és nincsenek is igazán eszközeik Rómeónak és Júliának arra, hogy a saját érdekeiket képviseljék, hiszen ők még tulajdonképpen kamaszok, lényegében gyerekek, tehát nem tudják igazán érvényesíteni az érdekeiket, megteszik, megteszik amit tőlük telik, de ami igazán irányítja itt az eseményeket, azok a, azok a véletlenek. Tehát a, a véletlen, a vak szerencse szól bele itt az események, alakításába, és ez is azt súgálja, hogy mennyire, mennyire nem lehetséges még ennek a két fiatalnak a szerelme ebben a világban, a dráma világában. Tehát a tettváltásban kulcs szerepe van a véletleneknek. Aztán a drámai tetőpont az a kripta jelenet, ugye amikor Júlia a tetszhalából magához térve, azzal szembesül, hogy Rómaú halott, és utána ő is megöli magát, tehát itt következik be az, a, az az, igazi katasztrófa, az az igazi tragikus értékveszteség, ami a tragédiát tragédiává teszi. Tehát mind, mindkét címszereplő meghal, és ez egy nagyon, nagyon sűrített, nagyon megrázó jelenet a drámán belül. Tehát ezt tekinthetjük a dráma tetőpontjának. De ahogyan az lenni szokott, ennek a drámának a végén is van egyfajta feloldozás, Mégpedig az, hogy hogy ugyan ilyen borzasztó áldozat árán, hogy két fiatalnak meg kellett halnia, de végül a két család, a Montagók és a Kapulettek kibékülnek egymással, és véget ér ez a hosszú-hosszú ez a évtizedek óta, vagy akár évszázadok óta tartó viszálkodás, aminek senki nem tudja az okát. Tehát nagyon röviden így lehet felfűzni a dráma cselekményét. Beszéljünk egy pár szót a szereplőkről. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a tragédiához kellenek tragikus hősök. A, a legtöbb tragédiának van olyan ö, személy a főhőség gondoljatok például antigónéra, aki valamilyen szempontból a, a többi ember fölé emelkedik. Ugye antigónénál ezt a, ezt, a, ezt a tragikus hősiességet, az ő, ő erkölcsisége adja, az, az ahogyan ragaszkodik a saját erkölcsi értékrendjéhez. Tehát az anyag, hogy a tragikus hős, az, 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 mindig valamilyen különlegesen erős jellem. Most az az érdekes, hogy Rómeó és van itt erről szó nincs. Rómeó és Júlia, ők tulajdonképpen gyerekek, kamaszok. Ugye Júlia konkrétan nincs még 14 éves, ezt ki is mondatik a darabban. Rómeónál nincs így pontosan kimondva, hogy, hogy hány éves, de hát ő is tulajdonképpen egy, egy, egy fiatal srác, úgymond. Tehát ő, ő sem felnőtt még igazán. De, de az a lényeg, hogy ők teljesen átlagos fiatalok. Semmivel sem jobbak vagy rosszabbak, mint egy átlagos 14-18-20 éves fiatal. Nem ettől lesznek tragikus hősök, hanem, hanem attól, ahogyan a a szerelmük ö, a szerelmükért feláldozzák magukat. De nem azért áldozzák fel magukat a szerelmükért, mert ők annyira, mert ők annyira, hősiesek, annyira hősök akarnak lenni, hanem azért, mert ö, kénytelenek meghalni a szerelmükért, mert ahogyan mondtam, ez a világ, ez a világ még nem, nem érett meg arra, hogy ilyen típusú szerelem működjön benne hosszú távon. Tehát tulajdonképpen az őket körülvevő világ teszi őket tragikus hősé. Nem azért lesznek tragikus hősök, mert mert valamilyen szempontból különlegesek lennének. Aztán a szereplők között megjelennek még olyan tipikus szerepkörök, mint például a tréfamester, ugye Merkúció, aki egy nagyon érdekes figura, tényleg egy ilyen nagyon éleseszű, nagyon jókedélyű tréfamesterként jelenik meg. Aztán majd az ő ő halála lesz az, ami fordít az egész darabnak a menetén, egyrészt, másrészt meg a hangulatánban is fordulópontot jelent Merkúció halála. Tehát a Merkúció halála az, az egészen átfordítja a, az eseményeket, és tulajdonképpen az első dominó lesz abban az esemény sorozatban, ami végül Rómeó és Júlia tragikus és nagyon-nagyon idő előtti halálához vezet. Vagy Tibalt figurája nagyon hasonlít az intrikus, a cselszövő szerepkörhöz. Tibalt sem gonosz egyébként. Az intrikusok általában azért ilyen, hogy mondjam, negatív motivációval rendelkező szereplők szoktak lenni. Tibalt nem ilyen, ő, ő is tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szenvedélyes figura, csak míg Rómeót meg Júliát a szerelem mozgatja, addig Tibaltot a gyűlölet. Tehát benne az a szomorú, hogy egy teljesen jó kvalitásokkal rendelkező, fiú lenne egyébként, vagy férfi lenne egyébként, de egyszerűen teljesen eluralja a gyűlölet, amit a montaguk iránt érez. És ezt teszi, ez teszi intrikusra, ezt teszi olyanná, aki, aki mindig neki akar menni a, a Montagúknak. Még akkor is, amikor egyébként Júlia apja uh, nyugalomra inti. De nem akarok ennyire részletesen belemenni a cselekménybe. De van egy ilyen tipikus uh, szókimondó szolgáló is a dajka személyében, ami, ami, szintén egy ilyen tipikus uh, szerepkör lesz majd a drámairodalomban drámai látni fogjuk, hogy sokszor elő fog kerülni ez a figura. És egy pár szót még mindenképpen beszélnék a, az idős kapuletről, Júlia apjáról, mert ő az, aki tulajdonképpen megtestesíti azt az ellentétet a két világ között, és van egy nagyon-nagyon erős jelenet, ahol, ahol tulajdonképpen az ő beszédében testet ölt ennek a, ennek a régi világnak a keménysége. Ő pedig egyébként egy elég, elég, jó fejnek tűnik a dráma elején, sőt kifejezetten, amikor Párizs ugye megkéri Júliát, akkor ő az, aki aki azt mondja, hogy, hogy hát azért erre Júliának is igent kell mondani, meg hogy még nagyon fiatal, meg hogy szeretné, ha a lánya is ö, döntene ebben. Ehhez képest, amikor amikor Júlia elmondja az apjának, hogy nem akar Párizhoz hozzá menni, hiszen mi már tudjuk, hogy már Romeo felesége, akkor teljesen minősíthetetlenül, beszél vele az apja, tehát, tehát tényleg úgy beszél vele, mintha mint, mint, mint nem is emberi lény lenne, nagyon-nagyon-nagyon durván leteremti Júliát, és ez az a pont, ahol, ahol teljesen egyértelművé válik, amit már többször mondtam eddig, hogy ez a világ még nem áll készen arra a típusú szerelemre, arra a típusú házasságra, amit Rómeó és Júlia képvisel. Ugye szokták ezt egy kicsit leegyszerűsítő módon úgy is Megfogalmazni, hogy a Rómeó és Júlia azt tulajdonképpen a középkor, meg a Reneszánsz ellentétét mutatja be, hogy Rómeó és Júlia már az új emberközpontú Reneszánsz emberezményt, annak a, annak a szabadságát, az érzelmeknek az előtérbe kerülését, a természetességet jelképezi, míg a többi szereplő, az a világ, amiben ők élnek, még egy középkori világ. Ez egy elég leegyszerűsítő értelmezés, de azért van benne sok igazság. Tehát az a lényeg, hogy, hogy amikor Júlia apja így leteremti a lányát, abban, abban teljesen látszik, hogy az a világ, amiben Júlia él, az még a házasságot tulajdonképpen egy érdekkapcsolatnak tekinti, egy gazdasági és társadalmi érdekkapcsolatnak. Ez egyébként nagyon-nagyon hosszú évezredekig így volt. Még Júlia, meg Rómaió, a szerelmi házasságot képviseli. Ők ugye nem azért jönnek össze, hogy, hogy ágyba bújjanak, hanem ők a kezdetektől fogva együtt akarják leélni az életüket, mert szeretik egymást. És egyszerűen ez a régi fajta világ, ez nem tud ezzel mit kezdeni. És és ahogy már most megint ismétlem magam, Júlia apja megtestesítője ennek az értékelennek, és adnak, hogy mennyire, mennyire, durván eltiporja még a saját, saját gyerekét, és akit elvileg szeret. Mert egyszerűen a világképében nem fér az bele, hogy egy lány nemet mondjon az apjának, és ne akarjon belemenni egy olyan házasságba, ami az ő családjának az érdekeit képviseli. Tehát ez a, szerintem ez, a, ez az egész drámának az egyik legerősebb jelenete. De beszéljünk egy picit a dramaturgiáról, vagyis arról, hogy mi az, ami a színpadon történik, hogyan szerzünk tudomást az eseményekről. Fontos megjegyezni, hogy nem érvényesül a, dráma, a drámában a hármas egység szabálya. A hármas egység szabálya ugye az, amit az antik vitás színházánál megtanultunk, hogy a cselekmény egy helyszínen, egy nap alatt, játszódik és egy szálon fut. Na most ez a Rómeó és Júliában, meg úgy egyáltalán az angol színházban ez nem érvényesül általában, hiszen itt öt nap alatt játszódik a cselekmény, és vannak, van, van, olyan szakasz, ahol párhuzamosan zajlanak az események, hiszen egyrészt látjuk, hogy mi történik Rómeóval, Mantovában, másrészt pedig látjuk, hogy mi történik Júliával Veronában. Tehát nem érvényesül a hármas egység szabálya. És a korábban tanult drámához, az antigónihoz képest jóval hangsúlyosabb az akció. Tehát itt nem csak az a lényeges, amit, mit, amit mondanak a színészek, a dikció, az is nagyon jól megvan írva, nagyon jó, nagyon pergő párbeszédek vannak benne, szójátékokkal, odavágásokkal, humorral, tehát a dikció is nagyon... Nagyon jó, nagyon pergő, de az akció is nagyon lényeges. Tehát vannak benne ö, verekedések, mármint kardozások, van benne csók, van benne szópárbaj, ez, ez elképzelhetetlen lett volna például az ókori görög színházban. Tehát nagyon, nagyon leköti a nézőnek a figyelmét, nincsen üres járat, vég, végig nagyon ö, ö, figyelnie kell a nézőnek, hogy lássa, hogy mi történik. Ami érthető is, hiszen ha emlékeztek, elmondtuk, hogy, hogy az Erzsébet kori angol színháznál bizony már muszáj volt lekötni a nézőket, hiszen akkor tudott működni a, a színház, hogyha a nézők belépőt vettek, tehát egyszerűen anyagi érdeke volt az, hogy olyan drámákat adjanak elő, amire bejönnek a nézők, arról nem is beszélve, hogy a nem tetszését is elég egyértelműen kifejezte még a nézőközönség ebben az időben. És ami még az érdekes, az a napszakoknak a szimbolikája, a nappal és az éjszaka váltakozása. Minden fontos dolog éjjel történik a drámában, ugye a fiatalok egymásba szeretése, az esküvő, a nász éjszaka, mi minden, minden ilyen fontos dolog éjszaka történni, pontosan az esküvő az azt hiszem nem, de hogy, de hogy az a lényeg, hogy az igazán boldog pillanatok azok, azok éjszaka vannak, és a nappal a világosság az mindig elválasztja a, a szerelmeseket. Ez is azt támasztja alá, hogy ebben a világban nem életképes az ő szerelmük. És nagyon-nagyon röviden, mert megint kiszadtam negyed órából, Beszéljünk még néhány egyéb szempontról, így például arról, hogy a, hogy a téma az egy úgynevezett vándor téma, ami azt jelenti, hogy, hogy nem Shakespeare találta ki ezt a sztorit, nem is volt ismeretlen a korabeli néző előtt ez a történet. És ö, azt is jelenti a vándor téma, hogy korábban már, már szépirodalmi művekben is többször előfordultak hasonló motívumok, így például a, a, a titkos szerelem, a, az álomport, az, hogy a szerelmes halottnak hiszi a szerelmét, és ezért megöli magát. Tehát például Ovidiusnak az átváltozásában is megjelenik egy ilyen történet, piramusz és Tízbe történetében, de például Dante Isteni Színjátékában is megjelenik a Montekki és a Kapelletti család. Tehát az a lényeg, hogy ez egy, hogy ez egy ismert téma. Nagyon érdekes még, hogy keverednek a műfai sajátosságok ebben a drámában, tehát egészen Márkúció haláláig még inkább hasonlít egy komédiához. Tehát tényleg ilyen, ilyen nagyon derűs, azt nem, ami nem jelent azt, hogy hiányzik belőle teljesen a szomorúság, de, 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 de hogy inkább még a komédiára hasonlít, és aztán Márkúció halála lesz az a fordulópont, ahol már egyértelműen a tragédiának a sajátosságait hordozza magán a darab. De nem csak a műfai sajátosságok, hanem a hangnemek is keverednek. Nagyon érdekes például, hogy még a legdrámai pillanatban is is szójátékok a szereplőknek a beszédében. Most nincs erre konkrét példát hozni, de, vagy nincs idő erre konkrét példát hozni, de hogy van egy ilyen érdekes hangnemi keveredés is benne. Illetve ami még érdekessége a drámának, az az, hogy nagyon vannak benne nagyon lírai részek, tehát ahol, ahol szinte már egy-egy vers hangzik el a drámán belül. Ilyen jelenet például, amikor Rómeó és Júlia találkoznak ezen a, ezen a partin, vagy amikor búcsúzkodnak a nászéjszaka után, hogy van egy külön lérai műfa is erre az albadalnak a hagyománya, ami kifejezetten ö, azt jelenti, hogy olyan versekről van szó, amelyek a, a hajnalban búcsúzó szerelmeseknek az érzéseit Örökítik meg. Tehát ez egy olyan dráma, amiben nagyon erősen lírai részek is vannak. Na ennyi lett volna röviden a Rómeó és Júlia elemzése. Természetesen nem tudtunk mindenre kitérni, hiszen három ennyi időt is lehetne erről a, erről a méltán nagyon híres és nagyon jó drámáról beszélni még, de talán a legfontosabb szempontok előtérbe kerültek. Természetesen iratkozzál fel a csatornára, hogyha hasznosnak találod a videókat, és támogass a Patreonon, vagy egy szuper köszönettel, és a legfontosabb, hogy kísért figyelemmel a csatornának a videóit, és tanulj velem továbbra is. Minden jót, sziasztok!